Köszöntöm kedves nézőinket! Stúdiónk mai vendége dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő, korábbi földművelési ügyminiszter. Köszöntöm szépen! Szeretettel köszöntöm én is a kedves televízió nézőket. Évvége van. Ilyenkor általában számot vetünk arról, hogy az eltelt időszakban hogyan tudtuk a céljainkat, a feladatainkat megvalósítani, és milyen eredményt értünk el. Most ha visszatekintünk, és egy kicsit nagyobb, tágabb értelemben, az országgyűlés elmúlt időszakában milyen kihívások kerültek az ország elé? Magyarország megbirkózott azzal a kihívással, hogy gazdaságilag erejében gyarapodjon, stabil kormányzattal rendelkezzen, és hát ebben az átalakuló világban a béke pártján maradjon, ami rendkívül fontos. Látszik az, hogy újabb háború is kitört itt a látóhatáron, tehát egy átalakulási folyamat látszik most. Szövetségesek néha egymás ellen fordulnak, régi háborúk újulnak ki, kereskedelmi háborúk zajlanak, hidegháborús hangokat hallani. Ez képes Magyarország a békeszigetet, és az is maradt. Szerintem ez a legfontosabb eredmény, és egyúttal garantálja az, hogy nyugodtan, békésen tudjunk élni, dolgozni, és az ország gyarapodjon. Említette a háborúkat, ugye az orosz-ukrán konfliktus, illetve az izraeli konfliktus. Hogyan érinti ez hazánkat? Kell-e ettől nekünk tartanunk, illetve kell-e valamilyen intézkedéseket tennünk? Hát nagyon óvatosan kell lavírozni, mert már szomszédságban zajló és sokszor kielemzett ukrán háború mellett azért volt egy azeri örmény konfliktus, továbbra sincs béke Szíriában, Irakból is mindig hallani rossz híreket, és akkor ehhez képest még a Szentföldön palesztin-izraeli konfliktus is föllángolt, tehát kelet felől bizony a ég alja az eléggé nyugtalanító. Tehát ezekhez képes kell nekünk lavírozni azért, hogy a kapcsolatai, a jó kapcsolatai megmaradjanak Magyarországnak, a kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok azok erősödjenek, különösen a türk népekkel, törökkel, kazahokkal, azeriekkel, üzbégekkel vannak biztató kilátások. Holott ezek gyakran egymás ellen is küzdenek, például az arab világa irániakkal szemben, Izraellel szemben, és mi arra törekszünk, hogy ezekből kimaradjunk. Ez a legjobb lenne, ha béke lenne, de a konfliktusaikat, bajaikat oldják meg nélkülünk itt elé, akár a orosz-ukrán konfliktusra is gondolni. És a magyar külpolitika, a magyar kormány ebben következetes volt. Ez látszik most a brüsszeli napi rendeken is, amelyek Ukrajnával kapcsolatosak, hogy nem tartjuk életnek Ukrajnát arra, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz. A pénzügyi támogatását azt Magyarország megvétózta. Hát ez szerintem egy helyes döntés, először is ezt nekünk kell fizetnünk, magyar embereknek és a többi EU polgárnak, tehát ezt a megkérdezésünk nélkül azért nem lehet megcsinálni, és a csatlakozási tárgyalások is egy ilyen elvi első lépésnél vannak. Itt még lesz 70 olyan pont, amikor Magyarország tud vétózni, és a végén a nemzeti parlamenteknek kell elfogadni. Én emlékszem arra, hogy Marokkó már 30 évvel ezelőtt kezdeményezte, hogy EU tag legyen, és az is megfenek lett. Itt Ukrajnánál is se a területét, se a népességét nem lehet pontosan tudni, és bennem a jogrendjével kapcsolatban is vannak kérdések. Tehát ezek befolyásolják a mi jövőnket, az egész régió és Európa jövőjét is. Ezért nagyon keskeny mesdjén tudunk közlekedni, és nagyon alaposan meg kell fontolni minden döntést. Utána annak a hátrányos vagy előnyös következményeire kell számítanunk. Miniszter úr, ön a Törvényalkotó Bizottság tagjaként is tevékenykedik. Ugye az idei évben is sok-sok törvény alkotásra, illetve törvénymódosításra került sor. Tudná-e kiemelni ezek közül olyanokat, amelyek igen jelentősek voltak? A Törvényalkotási Bizottság előtt minden jogszabály átmegy, tehát itt nincs
kivétel. Hát a szuverenitásra vonatkozó jogszabálya szerintem, amit ki kell emelni, ami a magyar függetlenségnek egy megerősítését jelenti, és hát sokat tudnék felsorolni, de talán én még kitérnék az önkormányzati választásokat szabályozó törvényre, illetve a fővárosi választási szabályokra. Itt több kritika is volt, ott egy arányosabb választási rendszerre térnénk át, ami már korábban is volt. És itt jöttek ugye ellenzéki vélemények arról, hogy ez mennyire szerencsés a választások 5 fél évvel módosítani. Hát annak idén 1994-ben az SZDSZ és az MSZP a választások 3 hónappal vagy 2,5 hónappal változtatta meg a törvényeket. Tehát szerintem itt azért van arra is példa, hogy még hamarabb, még közelebb volt ugye a választásokhoz, de a lényeg, hogy a szavazók akarata érvényesüljön, őket nem befolyásolja az, hogy egy jogszabályt egy hónappal a választás előtt, vagy fél évvel előtte módosítottak, mert mindegyikre volt már példa, sőt a benne foglalt jogi megoldásokra is volt példa, tehát így nem tekintetőek ezek igazán újnak. Említette a választási törvényt. Ugye a jövőre nyár elején kerül sor az önkormányzat, illetve az európai parlamenti választásokra, és mint választókerületi képviselő is hogyan látja, hogy itt a választókerületben hol tartanak az előkészületek? Érdekes dolgokat lehet tapasztalni. Az egyik az, hogy a jelöltállítás az, mint hogyha csúszna, későbbre került volna, nem az idei évnek a végére, hanem a jövő évnek az elejére, mert egy csomó helyen legalábbis az ellenzéki jelölteket nem nagyon lehet még látni. De majd biztos, hogy lesznek, akik ringbe szállnak. Nincs egy ilyen választás előtti hangulat egyébként, ami logikus is, mert igazából a kampány az egy 2-3 hónapnál nem kell, hogy több legyen, az ott mindenki el tudja mondani, amit akar, aki kíváncsi, az is ugye hozzájött az információkhoz, tehát szerintem ilyen jövő év, január vége, február környékén fog ez beindulni. Ebben szerintem két dolog is szerepet játszik, az egyik az, hogy az emberek mással vannak elfoglalva. Tehát az életmódnak az átalakulása, a jövedelmi viszonyoknak az átalakulása eredményezi azt, hogy január közepén végéig nem nagyon lehet semmilyen programot betenni, az emberek pihennek, szabadságon vannak, síelni mennek, ami korábban mondjuk 30 évvel ezelőtt nagyon-nagyon ritkaság számba ment. Ez az egyik. A másik az, hogy a politika iránti érdeklődés is más, mint korábban, mert pörög az élet, mobiltelefonról lehet, okostelefonról lehet tájékozódni, az információkhoz hamar hozzá lehet jutni, nem kell beülni mondjuk 12 lakossági fórumra. Az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy házba jön az információ, megnézik a tévében, megnézik az interneten, és akkor már a kíváncsiságok az ki is van elégítve. Tehát más jellegűek ma már a kampányok is, egyre inkább átkerülnek az elektronikus média világába. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönöm szépen a beszélgetést. Boldog karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánok! Köszönöm!